kezed, hogy szenjük az Úrnak, szenjük az Úrnak, halleluja! Add a kezed, hogy szenjük az Úrnak, szenjük az Úrnak, halleluja! Halleluja, 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 halleluja! Tanner Vilmos vezetésével már évközben is foglalkoznak a református egyház keretein belül muzsikálással. A fiatalok zenei tudásának továbbképzését, a közös zenélés örömének élményét akarják ebben a táborban még erősebbé tenni. Az előkészítő munka gyakorlatilag abból állt, hogy elterveztük, hogy milyen dalokat szeretnénk játszani, és ezekben milyen hangszerek felelnének meg, és próbáltunk behívni olyan gyermekeket, illetve olyan tanárokat, akik ezeket a hangszereket tudnak játszani, illetve megtanítják a gyermekeknek a szólamokat. Én azt gondolom, hogy egyre jobban fejlődnek ebben a dologban, és nem csak az egyház zenére, hanem tehát egyéb más zenét is játszunk, tehát nincs kikötve, hogy csak azt játhatunk, hanem hogyha van nekik jó témája, jó ötlete, akkor azt eljátszunk szívesen. A cél az, hogy minél több zenész legyen itt Bátaszéken, illetve ahol az ember él, ott jó muzsika szólaljon, meg jó zene, és ezt úgy tudjuk elérni, hogyha minél több jó zenész van. Az Alsónyék Bátaszéki Református Egyházközség hosszú évek óta szervez táborokat. Ezeknek a tematikus táboroknak új kezdeményezése volt a tavaly első ízben létrejött zenei tábor. Úgy gondoltuk az idejétől, hogy kicsit nyissunk a környező települések felé is, így Bátaszékre, mint a környék legnagyobb településére esett a választás, és így fogunk itt koncertezni. A táborban mindenkit, aki akár a megyéből vagy megyén kívülről olyan fiatal, aki szívesen akár ismerkedne a zenével, vagy akár már valamilyen szinten zenél, a számunkra elérhető létező összes fórumon, illetve a társegyházközségek megszólítva próbáltuk minden település fiataljait hívni és várni. Most összesen 20 gyermek érkezett ide hozzánk. Nagyon sok volt az olyan jelentkező, aki érdeklődött egyelőre a program után, de picit bátortalanok. Nagyon bízunk benne, hogy most mivel ez a második táborunk, ugye azok a gyerekek, akik részt vesznek a táboron, hazamenve, elmesélve a többieknek, bízunk benne, hogy jó reklámot csinálnak nekünk, és a helyi egyházközség szervezőként van ebben benne. Alapvetően a zenéink jelentős része az kapcsolódik valamilyen egyházi zenéhez, de a teljes könnyűzenei repertoár megtalálható a gyermekek játékában. Az volt a terv, hogy lehetőség szerint a nap jelentős részében legyen lehetőség egyáltalán számukra közösségi együttlétre, amelyben önállóan zenélnek, és sportolnak, sok minden mást is csinálnak, tehát nem akartuk az egész napot kitölteni szervezett programmal, és hát azt kell mondjam, hogy akik felnőttek velük vagyunk így az egész napban, minden típusú zenét játszanak. Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának, hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának. Száll énekünk, szívünkből szeretünk, nincs kőziklan senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Többnyire ugye a táborvezető Tanner Vilmos hozza a dalokat, amiket itt megtanulunk. Ő már itt ugye a Bátaszéki Református Egyházközségben végez egy ilyen missziót a fiatalokkal, hogy zenélni tanítja őket, és istentiszteleteken fellépnek, keresztény könnyűzenét játszanak, és ugye ezt a csapás irányt visszük a táborban is. Mivel hogy az itt táborozó diákok nagy többsége már ugye Vilmos keze alatt dolgozik, ezért így könnyű velük dolgozni, és abszolút befogadóak erre, és hát nagyon ügyesek is. Ma is érkezett egy kislány hozzánk, hallotta, hogy van tábor, Morágyi is szeretne jönni, persze természetesen jöhet, de hát ő még nem ismeri a zenéket, mondtuk, hogy senki nem ismeri először, de aztán majd lassacskán megismerjük, és akkor ugye vannak évközben is ilyen egy-egy napos kis összeülések, ahol szintén zenébe foglalkozunk, átveszik a kottákat, készülünk a tavaszi SDG koncertre. Fönt Balatonszárszon van egy ilyen Solideo Gloria központ, ahol a gyermekeknek van egy ilyen hétvégéjük, ahol mi szolgálunk a zenével.
rettentően kreatív a társaság. Ez most talán már most is hallatszik itt mögöttem, hogy mindent ki tudnak találni, és fantasztikusan jó látni azt, hogy olyan gyerekek, akik soha életükben nem találkoztak, akár már 4-5 óra közös zenélés után, hogy ülnek egymás mellé, és itt a én nem vagyok zenész, de a zenészek nyelvén, tehát hogy jammelnek együtt, hihetetlen, fantasztikus, rettenten kreatívak, és nagyon-nagyon nyitottak. Én azt tudom mondani, hogy nem csak, hogy összeköti őket, de itt aztán tényleg nincsenek sem kulturális különbségek, sem korbeliek. Hát ezt tényleg csak körül kell nézni. Örvendezek, énekelek, örvendezek és énekelek, örvendezek, mert az én Uram szeret, megváltotta az életemet. Örvendezek, énekelek, örvendezek és énekelek, örvendezek, mert az én Uram szeret, megváltotta az életemet. Következő dalban egy kis segítséget szeretnék majd kérni.